Ebben a nyíregyházi élelmiszerüzletben már néhány éve csak magyar tejet és tejtermékeket lehet kapni. Az üzletlánc ugyanis előnyben részesíti a megbízható minőségű és a vevők által is kedvelt tejtermékeket. Másabb az íze, igaz, hogy drágább, de szerintem egészségesebb, de ehhez szoktam hozzá. Úgyhogy és inkább, amit mondtam, hogy el lehet dönteni, hogy egészségesen vagy olcsóban étkezünk. Igaz, nem mindenki teheti meg, hogy a drágábbat vegye meg. Ez a legnagyobb baj. Az árakat mennyire nézi? Hát azt is szoktam, de megmondom, inkább amit megszoktam, azt szoktam venni. Tehát a megszokott termékeket. Van, akinek mindegy, hogy hazai vagy import a termék, inkább az összetételt figyeli. El szoktam olvasni, hogy mit tartalmaz, mi van benne, meg a lejáratát szoktam nézni. Mondjuk én ezt a tejfölt, én ezt nagyon szeretem. Mindig a lejáratát nézem, meg tudom, hogy ez a 20%-os, hogy ez finom tejföl. A Magyar Idők arról írt, hogy a napokban több tízezer liter tejet vont ki a forgalomból a Nébik. A szlovák, cseh és lengyel tejzsírtartalma nem felelt meg a dobozon feltüntetett értéknek. A tejzsír a tej értékes része, amit fölözés után a tejföl, tejszín és a vaj készítéséhez használnak. A feltüntetettnél alacsonyabb zsírtartalom a vásárlók megtévesztésének számít. Azóta a termékek lekerültek az áruházak polcairól. A tejpiaci ellenőrzéseket pedig folytatja a Nébik. A tejtermékek mellett a magyar zöldséget és gyümölcsöt is szívesebben veszik a vásárlók, az áruházláncokban is. Az ár-minőség versenyben ma már inkább a minőség kerül ki győztesen. A nyíregyházi kosárközösséghez éppen friss áru érkezett. Itt a helyi termelőktől lehet vásárolni. Megmutatja nekünk, mi a legfrissebb áru, mi a legfrissebb termék? Ez a legfrissebb, mert ez nekem legvágva készítve. És fejes saláta, jégsaláta. A kosár közösségbe a helyi termelők behozzák a termékeiket, amit a vevő egy webes felületen megrendel. A vásárló jó minőséget kap, a helyi termékekben ezért megbíznak az emberek. Amikor azt mondtuk, hogy legyen személyes a kapcsolat, ami egy bizalomra épül, hozzátesszük, hogy egy nagyon megrogyott bizalom arra kellett építenünk, és akkor azt gondoltuk, hogy persze beszélgettünk a termelőkkel, de aztán elmegyünk, és megnézzük, hogy ők hol dolgoznak. És ez még mindig nem a klasszikus ellenőrzés, hanem kíváncsiak voltunk mindenre. Mikor kezdték, milyen nehézségeik vannak, mire jöttek rá, milyen fejlesztéseket szeretnének bevezetni. És ami a nagyon fontos, hogy ez a vevői minőség, ami most úgy mondjuk, hogy tudatos fogyasztói minőség is megnyilvánul, és egyre erősebben, mi tudunk közöttük a kommunikációt erősíteni. A helyi piacokon és a kisebb boltokban közvetlenül a termelőktől mindig szezonális friss zöldség, gyümölcs kerül a vevőhöz. A hatósági ellenőrzések figyelik a termékek származási helyét, útját és jelölését.